Köszöntöm Önöket! A Szent István napi vajdasági központi ünnepséget láthatják, amely pillanatokon belül kezdődik itt a palicsi Vigadónál. Ahogy azt már megszokhatták az elmúlt években is, az ökumenikus kenyéráldás után a beszédek következnek. Idén Simicskó István Magyarország honvédelmi minisztere és Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke mondanak beszédet. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, itt jelenlevőket, valamint a Pannon Televízió nézőit és a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit. A Vajdasági Magyar Szövetség hagyományos, az idén 22. alkalommal megrendezett Szent István napi ünnepségén. Isten hozta Önöket! Hölgyeim és Uraim, nemzettársaim, íme ismét együtt vagyunk itt Palicson és Szabadkán, hogy közösen ünnepeljük Szent Istvánunkat.
Most a magyar történelem és a kultúra gazdagsága az idei esztendőben azért, hangsúlyozzuk ezt ki, különösképpen is megmutatkozik. Hiszen Szent László lovakirályunk, valamint nagybecsű költőnk, Arany János, a Ballada király jubileumi évét is üljük ebben az esztendőben. Engedjék meg nekem, hogy éppen ebből az alkalomból kissé rendhagyó módon Szent István ünnepén azért róluk is szóljak néhány szót, hiszen tetteikkel, ténykedésükkel bizonyították mindketten, hogy Szent István vezér nyomdokain haladnak. Szent László királyunk a nép körében kedvelt és szeretett, már életében nagy kultusszal bíró királyunk volt. Egy igazi egyéniség. Néki köszönhetjük azt, hogy első királyunk szentté lett avatva. 1083-ban, tehát csupán 45 esztendővel a nagy király halálát követően sikerült mai szóhasználatban élve elintéznie azt, hogy a magyar nemzetnek, amely kevesebb, mint 100 éve lépett akkor a kereszténység útjára, már szentje volt. És nem is egy, hanem mindjárt 5, mert Szent István fiát, Imre herceget, a herceg tanítóját, Gellért püspököt, és 2 remetét, Benedeket és Andrást is egy ugyanazon napon avatták szentté. Azért gondoljunk bele, micsoda hatalmas dolog volt ez akkor. Hatalmas dolog lett volna ez a kor, bármely korban, sőt még ma is. Egy nemzet, amely kevesebb, mint 100 éve keresztény, már 5 szenttel rendelkezik. De nem ez volt az elsődleges célja Szent Lászlónak. Nem az, hogy emléket állítson ennek az 5 magyar szentnek, hanem az, hogy megerősítse a magyar királyságot. És a legfontosabb célja az volt, hogy annak az új magyar honnak, amely kevesebb, mint 180 éve állt akkor, biztosítson egy méltó helyet a korabeli keresztény Európa államai körében. És íme, itt vagyunk, és ezen a szép nyelven beszélünk ma is. Mi sem ékesebb bizonyítéka annak, hogy Szent László, Szent István és a többi nagyunk ténykedése nem volt hiába való. A 200 éve született Arany János pedig ezt írja Szent István királyról 1855 táján, az István öröke című versében. Figyeljük a dátumot, 1855. Az elnyomatás dühöngő évei ezek, és Arany János, az óriás költő, mégis így mer írni. Az időket zengem én, és az idők apját, teliteljes fényiben a dicsőség napját. Vaj, ha késő énekem egy Józsua lenne, megállítná-e napot, mielőtt lemenne. Üle István, Szent Király fejedelmi székén, a sok nyelvű nemzetet bírja vala békén. Nos, Szent István emléke körül összegyülekezve, a nemzetet és a hazát ünnepelve, büszkék lehetünk arra, hogy a magyaroknak első Szent István király uralkodását követően is voltak olyan fényességes pillanatai, amik a magyar Shakespeare, azaz Arany János tollhegyére kívánkoztak. Mert a hazaszeretet, a haza megvédése, a nemzet felemelkedésének méltó képviselete bizony olyan ügy, amihez bátorság kell, akarat és elszántság. Mert nem volt az földi ember egy azokból, kik most élnek. Feje fölött szűz alakja látszott ékes nő személynek. Koronája napsugárból, oly tündöklő, oly világos. Mondd a nép, a Szent László és a szűz
a boldogságos. Nos, hölgyeim és uraim, ünneplő magyarok, történelmünk és kultúránk nem egymástól független, hanem egymásba fonódó, egymásból táplálkozó korszakokból áll. Amikor az államalapítót ünnepeljük, Szent Istvánt, akkor azt ünnepeljük, hogy hitet és hazát adott nékünk, amihez tartozni szavakkal, lélekkel és cselekedettel egyaránt öröm és büszkeség. Ahogyan azt Arany János írja Szent Istvánról és Szent Lászlóról. Tehát még egyszer, Isten hozta önöket központi ünnepségünkön. A műsor előtt a szabadkai fúvós zenekar muzsikája mellett szórakozhattak. Rövidesen pedig sor kerül az új kenyerünk megszentelésére. Azt követően dr. Simicskó István, Magyarország honvédelmi minisztere szól önökhöz, mindannyiunkhoz. Utána pedig Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke mond ünnepi beszédet. Most pedig nagyon nagy tisztelettel felkérem a Római Katolikus Egyház képviseletében dr. Herdics György címzetes apáturat és Verebélyi Árpád főesperes urat, valamint Orosz Attila bácskai református esperes urat és az Evangélikus Egyház nevében Dolinszky Gábor püspökhelyettes urat, hogy fáradjanak fel a színpadra és áldják meg új kenyerünket. Kedves testvéreim! A mai napon, amikor Szent István királyt ünnepeljük, akkor valójában azt ünnepeljük, hogy 1000 esztendő elteltével is magyarok vagyunk és azok akarunk maradni. Amikor Szent István királyt ünnepeljük és megszenteljük e kenyeret, akkor arra gondolunk, hogy ahogyan a kenyér a nehéz, kitartó munkának az eredménye, úgy az is, hogy megmaradjunk hitünkben, megtartsuk nyelvünket, hűségesek legyünk a kultúrához, mindahhoz a széphez és jóhoz, amelyet a századok ránk hagytak, ez is kemény munkát igényel. Ehhez a munkához kérjük a mai napon a mindenható Isten gazdag áldását. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Dicsőítünk téged, Atyánk Istenünk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az 5 kenyeret és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot. Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk fővédőszentjének ünnepén összegyűlve együtt ünnepeljünk, aki hétről hétre megtöröd és szétosztott közöttünk az eukarisztia égi kenyerét, áld meg ezt a kenyeret, mindennapi életünk táplálékát, és taníts meg arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, szent neved dicséretére és dicsőségére, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek, hallgassunk meg egy rövid szentírási részletet. A Zsoltárok könyve 100. fejezetének a 4. illetve 5. versét olvasom, a következőképpen szól. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, adjatok hálákat neki, áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Eddig a Zsoltár részlet. Ünneplő közösség, szeretett testvérek, a felolvasott Zsoltár részlet hálaadásra indít bennünket. Hálaadó Zsoltárról van itt szó, arról beszél ez a Zsoltár, amiért ma ezen a szép ünnepen itt Palicson egybegyűltünk. A hálaadás elsősorban gyermeki tulajdonság, hiszen kisgyermekeknek ez még egyáltalán nem esik nehezükre, hogy örömüket fejezzék ki, hogy hálásak legyenek. Mi felnőttek talán már kicsit másként vagyunk ezzel a kérdéssel, de hogyha Isten országának a gyermekei vagyunk, már pedig azok vagyunk, akkor mindennapi keresztjéni kötelezettségünk kellene, hogy legyen a hálaadás. Hogy miért gyűltünk ma össze hálát adni, mindannyian jól tudjuk, egy olvasmány élményemmel szeretném csak nagyon röviden alátámasztani. Az elmúlt napokban fellapoztam a Magyarországi Református Egyház Presbiteri Szövetségének a Presbiter című folyóiratát, és nagyon érdekes írásra bukkantam ott. A rovatnak a címe az volt, hogy a szeretet asztala megterítetett, ez az egyik gondolat, másik pedig talán még érdekesebb volt, és figyelemre méltó, figyelmet felkeltő. Az egyik jól ismert magyarországi református teológiai tanár tollából származik az írás. A cím ez volt: Szent István intelmei református szemmel. Nagy érdeklődéssel olvastam el a cikket, mert nem tudtam, hogy ebből mi derül ki. Aztán meglepődtem, semmiféle hitvita, semmiféle egyéb ilyen gondolat nem volt benne. A szerző nagyon szépen rámutat arra, amiért ma is eljöttünk hálát adni, hogy Isten adott nekünk egy olyan államalapítót, egy olyan előjárót, aki a keresztény értékrendet letette, lefektette alapjaiban. Nekünk ma sincs más feladatunk, mint ezt a keresztény értékrendet tisztelni, betartani, talán kicsit a kor követelményeihez irányítani, de a Szentírás mércéjét meg kell tartani. A másik, amiért hálát adunk, itt áll előttünk az idei új kenyér. Az Isten gondviselő kegyelme olyan nagy, hogy megtartott bennünket az elmúlt év napjaiban is. Ismét itt lehetünk, ismét itt áll a testi táplálék, de ugyanakkor lelkünk táplálékáról sem feledkezett meg a gondviselésnek Istene. Szeretett testvérek, nekünk ma milyen hálát kell adni? Azért, hogy Isten adta nekünk az életet, azért, hogy van mindennapi kenyerünk, van otthonunk, de legfőképpen hálát kell adnunk hitünk fejedelméért, azért az Úr Jézus Krisztusért, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak a szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. A mi segítségünk legyen Istentől, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő nevének legyen dicséret és dicsőség mindörökké. Amen. Ünneplő közösség, testvérek a Krisztus Jézusban, nagyon szeretem az olyan alkalmakat, amikor egyrészt ökumenikus keretek között vagyunk jelen, más oldalról pedig érezhető az Istennek a jelenléte, annak az Istennek a jelenléte, aki nap mint nap megerősít bennünket, mindnyájunkat, és megajándékoz minket az élettel, magával. Úgy gondolom, így van ez most is, hiszen ahogy így föltámadt a szél, eszembe jutott ez a motto, ami itt van mögöttem ezen a nagy táblán. Az íj és motto: a szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol. A szélnek bizony van kihívása, sőt, amikor a szél fúj, nagyon jól tudjuk, hogy nem csak jó dolgokat tud hozni, hanem rosszakat is.
A fa pedig olyan, hogy minél erősebb a szél, annál inkább ragaszkodik, bele gyökerezik a földbe. Sokkal teszi ezt éppen azért, mert élni akar. Így és Gyulával gondolkodva, őt kutatva egy kicsit, tovább lapoztam, hiszen egy másik helyen így és így fogalmaz. Magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga. A vállalás pedig feladat. Feladatunk megérteni, sokaknak sajnos nehéz. Feladatunk felfogni azt az egyszerűnek tűnő dolgot, hogy ha tetszik, ha nem, ha akarjuk, ha nem, egyszerűen szükségünk van egymásra. Miért? A legegyszerűbb válasz talán az, hogy azért, mert a szél az mindig fúj. Sokszor talán nem is érezzük, míg máskor a házunkat is elviszi. Amennyire szükséges, olyannyira ártalmas is. És bizony nem egyszer állít minket átvitt értelemben kihívások elé. Bizonyára sokan tapasztaltuk már, milyen kellemetlen érzés, amikor a szél a maga kihívásával egy pillanat alatt fordítja ki az esernyőt a kezünkből. Mégis erre is van megoldás, hiszen ahogyan az édesanyja a saját arcával, testével védi a széltől kicsin gyermekét, úgy védhetjük, segíthetjük és támogathatjuk mi is egymást. Ember az embert, testvér a testvért, magyar a magyart, kerítésen innen és azon túl. Szükségünk van egymásra. Ahogyan a szélben össze szoktunk kapaszkodni, össze tudunk kapaszkodni, úgy kell megtennünk ezt a mindennapi életben is, hiszen így tudjuk kölcsönösen egymást megvédeni. Az anyaországunk pedig maga a gyökérzet, úgy gondolom, hiszen táplál minket akkor is, amikor ezt senki mástól sem kapjuk meg. Augusztus 20-a ezt is erősíti bennünk. A termőföld, a termelő, a gabona, az új kenyér, az életnek kenyere. Hadd zárjam gondolatmenetemet a szentírásbeli igével, Pál apostol szavaival, aki a Róma beliekhez írott levél 11. fejezetének 16. versében így fogalmaz: ha a gyökér szent, az ágak is azok. Adja meg a jó Isten, hogy ez valósággá is legyen mindnyájunk életében, nemzetünk életében, hogy az egyre erősödő gyökérzetből fakadó törzs és ágak is egy nemzetként legyenek, lehessenek szentekké, a Szentlélek Isten pedig töltsön el bennünket, hogy segítségével megismerjük az igazságot, az igazságnak az útját, és így tudjuk közösen együtt, egymást segítve, egymást erősítve építeni nemzetünk egységét, és szolgálni egymás javát. Amen. Az Úr áldja meg az új kenyeret, a szent lelk és szent lelkével munkálja, hogy meglássuk és megérezzük belőle, hogy nemzettársaként szükségünk van egymásra, ahogyan szükségünk van az életet adó kenyérre is, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Méltóságos urak, tisztelt apát úr, főesperes és esperes urak, püspökhelyettes úr, nagyon szépen köszönjük ezt az áldást. És így immáron, hölgyeim és uraim, a nemzet megszentelt és megáldott kenyere mellől kérem szólásra dr. Simicskó Istvánt, Magyarország honvédelmi miniszterét.
Tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen! Tisztelt vajdasági magyarok, kedves ünneplő közösség! Nagyon sok minden elhangzott már. Azt is mondhatnám, hogy egyetértek az előttem szólókkal. Főleg azért, mert ezt megelőzendően a szabadkai székesegyházban egy szentmisin is részt vettünk. Ezért köszönettel tartozunk püspökatyáknak, hogy ezt a mai ünnepet ilyen méltó módon tették számunkra megélhetővé. Köszönetet szeretnék mondani Pásztor Istvánnak, aki a vajdasági magyarok életét közösségformáló erővé alakítja, és nem engedi el senkinek sem a kezét. Minden magyar fontos, nem csak a vajdasági magyarok számára, hanem az anyaország számára is. Egy ilyen ünnep kapcsán, amely az államalapításunkról szól, nekem Márai Sándor jutott eszembe, aki kellő tisztelettel beszél az ünnep fontosságáról. Engedjék meg, hogy néhány sorban idézem őt. Márai úgy fogalmaz az ünnepről, hogy az ünnep legyen ünnepies, mély és varázsos, és legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból. Legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Különösen így van ez az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án, és amikor persze minden családban és minden egyénnek, minden személynek megvan a maga születésnapja, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy ez milyen nagy ünnep számunkra a családunkban is, a magánéletünkben is, de van nekünk magyaroknak egy közös születésnapunk. Ez augusztus 20-a. A magyar állam születésének napja, mindannyiunk létezésének fundamentuma, alapja. Hozzáteszem zárójelben, milyen érdekes a világ, beszélgetve elnök úrral, talán megengedi nekem, hogy elmondjam. Ő egyébként nem csak István keresztnevet kapta, mint hogy jó magam is, hanem augusztus 20-án született és látta meg a napvilágot. Isten éltesse őt is, és Isten éltesse Magyarországot is. Szent István királyunk, az államalapító királyunk ünnepe augusztus 20-a, az új kenyér ünnepe, ami az életről szól, a boldogulás lehetőségét, az élet feltételeit segíti. A keresztény hitünk ünnepe, ezt hallhattuk itt most a lelki atyáktól az előbb. Kolping úgy fogalmaz, hogy az embert a hit teszi emberré. Az alkotó hittel végzett munka az, ami boldogulásunkat elhozhatja. Szent István király az Árpádházi királyok közül, amely Árpádházi királyi ház 1300 egyik fönnállt, a leghosszabb ideig volt király, magyar király, 38 éven át. Ezt megelőzendően 3 évig fejedelem volt. Csak elmondom, hogy negyedik Béla 35 évig, aki bizonyos értelemben a tatárjárás követően egy második államalapító is volt. Szent István király felismerte, hogy a magyarság megmaradásának a feltétele a magyar állam megteremtése, és egy másik nagyon fontos dolog, a keresztény hit felvétele, a kereszténység fölvétele. Bizonyára tudják, de azért jó, ha ebben a körben különösen elmondom, itt a vajdasági magyarok között, hogy egyetlen olyan árpádházi szent, és nem sok ilyen van a világtörténelemben, amelyet nem csak Róma ismert el szenté, hanem az ortodox egyház is szentként tiszteli Szent István királyunkat. De nagyon fontos dolog ez. Ez mutatja, hogy mennyire nagy szerepe volt és jelentősége volt az emberiség, és nem csak a magyarság, és a kereszténység történetében is Szent Istvánnak. Szent István király intelmeiről többen beszéltek már, engedjék meg, hogy néhány gondolatot én is elmondjak erről. 10 pontban fogalmazta meg, ahogyan ő fogalmazott, szerelmetes fiának, Imre hercegnek a tanácsait. A sors kegyetlen fintora, hogy szegény fia nem élhette túl őt, de ettől függetlenül örökérvényű tanokat fogalmazott meg, tanítást fogalmazott meg Szent István király. Tekintsük utódainak önmagunkat, és legyen példaértékű ezen intelemkör mindannyiunk életére. Az első 3 intelemben a hit,
a keresztény hit megtartásáról, megerősítéséről, az egyház szerepéről szól. A negyedik pontban azonban már a vitézek, a katonák, az ország biztonságát szolgáló, mindannyiunk védelmét szolgáló, hivatás választó főemberek felé nyilvánul meg. Meg kell becsülni a katonákat, meg kell becsülni azon embereket, akik védelmezik a civil polgártársainkat. István király úgy fogalmaz fiának, hogy a hit pajzsát tartsd, és rajtad lesz az üdvösség sisakja. Látható és láthatatlan ellenségeiddel szemben. Milyen bölcs mondat ez, gondoljanak bele. Hiszen az emberiség emberi történetében, és mi magyarok ezt pontosan tudjuk, mennyi látható és mennyi láthatatlan veszély leselkedett ránk, és leselkedik ma is. Szent István király ma is ikont tart elénk, mellyel egy ablakot nyit a hit világára. A mai bonyolult és zavaros világunkban, hiszen tudjuk, hogy a világ nem csak fényes és sötét, hanem sokszor zavaros is, ma is egy kicsit, ha Európára tekintünk, ezt láthatjuk. Sok-sok kérdés merül föl bennünk. És amikor keressük ebben a bonyolult és zavaros világban az igazságot, mert az emberi lelkünkben ez ott van, és addig jó még ott van, akkor persze a legfontosabb, hogy mindig az alapigazságokhoz jussunk el. A Szentírás bölcsessége felvilágosít minket ebben is. Amikor azt fogalmazza meg, hogy az istentelenek háza elvész, de az igazaknak sátora megvirágzik. Amikor látjuk a mostani brüsszeli döntéshozók sajátos megnyilvánulásait, sajátos cselekedeteit ebben az új típusú népvándorlásos világban, és látjuk, hogy szinte heti, napi hír ma már Európa nagyobb városaiban a terror támadásoknak a sora, a híre, és hozzáteszem, hogy a világ bajait kellő élettapasztalata mindannyian valljuk, és látjuk, hogy adott esetben sokszor a hitetlenek, vagy a fanatikusok okozzák. A hitetlenek azért, mert nem félik a jó Istent, semmi sem szent előttük, a fanatikusok pedig nyilván azért, mert terroristává válnak, és erőszakosan próbálják meg a saját igazukat hirdetni. A mai Európai Unió véleményem szerint elindult a változás visszafordíthatatlan útján. Márai Sándort idézem ismét, úgy fogalmaz, hogy az emberiség ismert története nem áll másból, mint barbarizmusból és bizáncizmusból. És vannak rövid időszakok, amikor emberi világot tudunk teremteni. Nekünk arra kell törekedni, és ebben megvan a mi felelősségünk, hogy emberi világot teremtsünk. Hirdessük az igazságot, és szerintem Magyarország és a magyar emberek a történelmi tapasztalaték alapján is, sokat tanulva a történelmből, pont ezt hirdetik. Pont azt hirdetjük, hogy együtt kell működnünk, meg kell tartanunk a hitünket, együtt kell működnünk a szomszédos országokkal, akik egyébként szintén a kereszténységet hirdetik. Példát kell mutatnunk az Európai Uniónak az összefogásunkból adódóan. Az Európai Unió kezdi elveszíteni a saját fundamentumát, saját hitét, saját lelkületét. Úgy tűnik, elmerült az ultraliberalizmusban. Azt tanultuk meg a történelemből, hogy minden nagy civilizációt, minden nagy kultúrát először belülről kezdenek el bomlasztani. Szerintem ma sincs ez másként. Engedjék meg, hogy még egyszer a Szentírásból Lukács evangéliumot idézzek. Amikor keressük a magyarázatot arra, hogy mi miért történik, miért van az, hogy a brüsszeli döntéshozók nem azt látják, amit mi látunk, nem látják a bajokat, a veszélyeket a mai korunkban, az illegális migrációban, a tömeges bevándorlásban. Lukács evangéliumban úgy fogalmaz, hogy ha déli szél jön, akkor hőség várható. Ha nyugatról érkeznek a felhők, akkor valószínűleg záporeső jön. Reméljük, ma nem ér ide, holnap elég lesz. Viszont azt mondja Lukács evangéliumában, hogy képmutatók. Ég és a föld jelenségeit meg tudjátok magyarázni. Hogy van, hogy a mostani időket nem tudjátok megítélni? Hogy van ez, hogy nem tudják megítélni a bajokat, a veszélyeket, és miért nem védelmezik meg az európai állampolgárokat? Magyarország az, aki ebben példát mutat és élen jár. Végezetül engedjék meg, hogy a szülőföld fontosságára hagy hívjam fel a figyelmet az államalapítás kapcsán.
Van egy alapigazság ebben is. Sok minden pótolható, de a szülőföld nem. Az anyaföld nem. Ebben a földben, itt a Kárpát-medencében sok-sok magyar ember, őseink áldozták a vérüket azért, hogy ma viszonylagos szabadságban élhessünk. Megfizettük a szabadságunk árát. Nem adhatjuk el semmilyen módon a szülőföldünket, a hazánkat, mert ezzel föladnánk a magyarságunkat is. István király az államalapításnál fölismerte azt, amit ma oly sokan nem látnak Európában, hogy igenis az államokra szükség van. Az állami keretek között képesek vagyunk a békét, a biztonságot fönntartani, azért, hogy az állampolgáraink boldogulhassanak, és jólétet élhessenek meg. Szeretném megköszönni még egyszer Pásztor István elnök úrnak azt az áldozatos munkát, amit végez. A Vajdasági Magyar Szövetség közösség megtartó erő. Hihetetlen nagy munka, amit végeznek. Nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy segítik és támogatják őt. Higgyék el, hogy ebben a környezetben, amelyben a két kormány, mind a szerb és mind a magyar kormány maximálisan törekszik arra, hogy jó együttműködést alakítsunk ki. Legutóbb nem is olyan régen közös kormányülésünk volt Nizsben. Számos közös találkozási pontunk van, a közös érdekeket is fölismertük, és a közös veszélyeket is. Kisebbségi létben megteremteni azt, és ezt önök jó úton járnak, ebben nagyon komoly eredményeket értek el, hogy a többségi szerb nép elismeri és méltányolja az itt élő magyarság tehetségét, tudását, felkészültségét. Haladjanak továbbra is ezen az úton. Ebben Magyarország, az anyaország minden segítséget megad. A Kárpát-medencei magyarság szerintem az a közös nevező, amelyel az itt élő népek, az itt élő országok felé pontosan tudunk nyitni, és szerintem az a helyes politika, amit folytatunk, hogy együttműködésre törekszünk a kölcsönös tiszteletben tartás alapján. Csak ez lehet a jövő. Sokkal nagyobb veszélyek leselkednek ránk a megmaradásunk szempontjából, mintsem, hogy a régi sérelmeinket fölhozzuk. Nagyon fontos, hogy a megbékélés útját járjuk, nagyon fontos, hogy a kölcsönös tisztelet útját járjuk továbbra is. Én nagy tisztelettel megköszönöm, hogy eljöttek erre a mai ünnepségre. Erősítsék meg a hitüket. A fiataljainknak, a cserkészetnek, a gyermekeinknek azt kívánom, amit szintén Márai Sándor fogalmazott meg, hogy szerezzék meg a szív és a jellem műveltségét, ne csak a konkrét tudást, hanem a jellemük és a szívük is erősödjön. Helyes úton járnak. Örülök annak, hogy ilyen erős a hitélet itt Szabadkán és környékén. És még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, tartsák meg magyarságukat, legyenek büszkék arra, hogy magyarok, és természetesen minden segítséget továbbra is megadunk önöknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok, és együtt ünnepeljetek önökkel. Világlátásomat segítő. Nagyon szépen köszönjük Simicskó úrnak, miniszter úrnak ezeket a szép szavakat, és viszonzásul azt kívánjuk, hogy ez a szél, ez a szellő maradjon is szellő, ne legyen igazi kihívás, és ne legyen igaz az időjósoknak a holnapi nap kapcsán, hogy szép és méltóságteljes legyen napján Szent István királyunk ünnepe. Köszönjük szépen, hogy elfáradt közénk, és hogy velünk ünnepelt. Hölgyeim és uraim, most pedig nagy tisztelettel felkérem a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Pásztor István urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt miniszter úr, szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívásomat, és velünk együtt ünnepel. Ma szeretném megköszönni az ünnepi beszédét, és azokat a biztató, értékes gondolatokat, amelyeket megfogalmazott és megosztott velünk. Szeretném ugyanakkor a magam és a közösség jelen és nem jelenlevő tagjai nevében nagyra becsülésemet és köszönetemet kifejezni a magyar kormány irányába. Arra kérném miniszter urat, hogy ezt alkalomattán tolmácsolni szíveskedjék. Tisztelt miniszter úr, főosztályvezető asszony,
ügyvivő asszony, főkonzul úr, hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség! Ahogyan mindig újraértelmezzük az ünnep üzenetét, úgy felidézzük az elmúlt ünnepeket is. Milyen volt az idő és mennyit kellett sorbálni a sörér. Igyekszünk jobbat és többet kihozni az ünnepből. Mégis örülünk, ha sorok vannak a tóparton a sörcsap előtt, miközben már a muzsika szól és ránk esteledik. Örülünk, mert együtt vagyunk, és a hibák eltörpülnek, ha nem a pieszkavica a hideg és a sör a meleg, akkor megbocsátják a várakozást. De tudjuk, hogy elvárják, hogy jövőre minden még olajozottabban működjön. Elvárják ezt tőlünk mindazok, akik ezen az ünnepen, államalapító királyunk Szent István napján eljönnek Palicsra, hogy együtt, közösségben ünnepeljék meg anyaországunk Magyarország megszületését, együtt ünnepeljék meg István királyt és azt, hogy 1017 év után is itt vagyunk, nyelvünk és hitünk, kultúránk és hagyományaink vannak. Ünnepeljük, hogy akarunk lenni. Augusztus 20-án azért gyűlünk össze az ünnepi szentmisén, a Szent Teréz Bazilikában, és azért vagyunk itt a Palicsi tó partjár immár 22. esztendeje, hogy számot adjunk az államalapító királynak. Beszámoljunk és megmutassuk magunkat. Ahogyan felidézzük az elmúlt ünnepek hangulatát, úgy mindig újra is értelmezzük az ünnepet, a jelen kihívásai, a nehézségek és az azokból fakadó előttünk álló feladatok felől. Ehhez a jelen feladataihoz és az előttünk álló évhez keresünk megfelelő jelmondatot. Ezek az üzenetek tömör kifejezői a pillanatnak, amik nem csak az ünnepet írják körül, de arra is utalnak, ami a jelen súlyával és terhével körülvesz, megoldásra, válaszra vár. A mi közös válaszunkra. Félreértés ne essék, nem az én válaszom, mint ahogyan nem egy-egy válasz az, amire szükség van, hanem a közös, ami jó esetben optimumot ad, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan elégedettek a válasszal, sokan elfogadhatónak tartják, és nagyon kevesen vannak olyanok, akik számára a válasz a jelen kihívásaira adott közösségi és a politikus által képviselt, megjelenített válasz nem elfogadható. A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol. Ez az idei jelmondatunk, ebből szeretném kibontani az ünnep, a magyarság, az egyetemes magyar nemzet ünnepének aktuális üzenetét. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség! Az elmúlt évek legfontosabb és ijesztő tapasztalata az elvándorlás. A jobb megélhetés, a biztos egzisztencia megteremtése okából fakadó vándorbot, a minden péntek délután hazafelé és vasárnap ebéd után elfelé igyekvő autók, kisbuszok sokasága a határátkelőkön. Ez nem pusztán kiíresedő házakat jelent, de kevesebb magyar tagozatot is, amihez kevesebb pedagógusra van szükség, és kevesebb lehetőséget is jelent az időről időre megnyíló munkahelyek vonatkozásában, amit nem tölthetünk fel magyar káderekkel, mert a jól képzett, igen, erre viszont a legkeserőbb pillanatokban is joggal lehetünk büszkék, jól képzett embereink máshol boldogulnak, találják meg számításukat, máshol kamatoztatják a tudásukat. Erre a jelenségre nemzeti közösségként választ kellett és kell ma is adnunk. Küzdenünk kell minden magyarért, legyen az 8 éves, 18, 28, vagy a tudással, tapasztalattal felvértelezett, nélkülözhetetlen, noha a munkáltatók által kevésbé becsült középgeneráció, esetleg a még idősebbek, akik gyerekeik, unokáik után igyekeznek, nem kedvük szerint, hanem azért, mert segíteni kell. Máshol teremtődnek újra a családok, máshol épülnek fel az életek.
A máshol nyújtotta jobb feltételekkel kell megküzdenünk a magunk eszközeivel. Ami egykor a legfontosabb volt, a szülőföldön maró megmaradás alappillére, az erős nemzeti és vajdasági öntudat ma mára nem annyira fontos. A globalizáló világ délibábja és valós pénzre váltható előnyei felülírják az otthon fogalmát. Ezzel megküzdeni csak úgy lehet, hogy tisztában vagyunk vele. Nem lehetséges. Mert nem lehetséges beleszólni az egyéni vágyak, prioritások megvalósulásába. Ízléstelen és durva beavatkozás volna, rossz ízű számonkérés, olyan politika, ami túlmegy az érdekérvényesítéshez kérhető nemzettársi közös tevékenység határán. Azt mondtam, erre a jelenségre választ lehet és választ kell adni. Küzdeni minden magyarért, kormányzati szerepvállalással, gazdasági és térségfejlesztési támogatással, ösztöndíjprogrammal, fészekrakó és beiskolázási támogatással, másrészt fejleszteni az identitás megőrző és értékteremtő művészi tevékenységek lehetőségeit, ezzel párhuzamosan pedig az intézményrendszert épületben, felszerelésben egyaránt. Távolról nézve talán furcsának hat, hogy miközben realitás, hogy nem vagyunk többen, csak kevesebben, mégis építkezünk, soha nem látott fejlesztéseket valósítunk meg. Hangsúlyozom, megvalósítjuk azokat, és nem csak beszélünk róluk, nem csak belekezdünk, hanem be is fejezzük őket. Építkezünk, miközben, ha elveszítünk egy helyi közösségi választást, akkor elindul a harc az általunk évek alatt hangyaszorgalommal, kemény kitartással felújított kultúrotthonért, tűzoltóotthonért, közösségi térért. Az alapoktól és folyamatosan építkezünk. Megszoktuk, hogy az elmúlt időszakban, most az elmúlt egy évről beszélek, egy-egy helyi közösségi választáson a szerb haladó párt mellett mi, a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott listák indulnak el. Mert építkezünk. Ha többségben vagyunk és maradunk, akkor onnan. Ha egy helyen lemaradva, akkor onnan. De nem adjuk fel az életterünket, nem hisszük el egy pillanatban sem, hogy vannak vesztes csaták. Kisebbségben csak nyertes csaták lehetnek, kisebbségben csak folyamatos és állandó küzdelmek lehetnek, mert ezek jelentik a gyökereket. Azokat a gyökereket, amelyekkel a szél kihívásaira válaszolunk. Szeretném innen is megköszönni azon bácskai, nyugatbácskai, bánáti falvak, települések magyar közösségeinek, amelyek maximális mértékben segítették ezt a munkát. Úgy zártak össze, olyan erővel kapaszkodtak egymásba, hogyha már szám szerint kevesebben vannak is, jobb eredményeket értünk el, mint amit az előző 4 vagy 8 évben sikerült elérni. Szeretném ezt megköszönni. És azoknak is köszönetet szeretnék mondani, akik hívószóra úgy alakították az idejüket, hogy noha életszerűen máshol élnek, a helyi közösségi választásokon itthon voltak. Egymásba vetett bizalommal dolgozunk, mert a személyes döntés, élet döntései minden ember számára elsődlegesek, azonban a gyökerek megerősítése, erősítése olyan alapvetés, ami a vajdasági magyar emberekben példaértékű. Mindezekért azt gondolom, jó döntést hoztunk, amikor szembesülve az elvándorlás sokszor kényszerítő erejével, mert élni kell, megélni és boldogulni, előre haladni, nem konferenciákat kezdtünk szervezni, nem arról kezdtük győzködni az itthon maradottakat, hogy mennyivel vállaljanak több gyereket, nem a kettős állampolgárság intézményét ostoroztuk, mert kitárta a vajdasági magyarok előtt is a kapukat, hanem szembefordulva a trenddel, ha tetszik, szembefordulva a széllel,
kormányzati szerepet vállaltunk, gazdasági és térségfejlesztésbe fogtunk, intézményépítésekbe, soha korábban nem látott mértékű támogatási rendszert építettünk ki az identitás őrző tevékenységekkel foglalkozóknak. Mert a gyökereket mélyebbre kell engedni. Akkor is, ha úgy tűnik, hogy a fa már nem olyan lombos, nem olyan erős, nem olyan sok az ága, mint volt. És nem csak azért, mert a fa gyökereivel válaszol a szél kihívásaira. Azért is. Meg azért, mert csak a mély gyökerekkel bíró fának van reménye arra, hogy új ágai nőnek, hogy a meglévők megerősödnek. Ha az Entai fogadalmi templomra, a nagybecskereki zárdára gondolok, a Szent Terész Székesegyházra, a képzőközpontra, ahol magyar nyelven lehet másoddiplomához jutni már az idei évtől kezdődő oktatás keretében, ha a Doroszlói Szentkútra, a Szabadkai Zsinagógára, a Médiaházra, a tanítóképző épületére, a parókiákon magasodó közösségi épületekre, a maradéki óvodára gondolunk, a Tanyaszínház épületegyüttesére, akkor tudom, hogy azt valósítjuk meg Magyarország nemzeti kormányának támogatásával, amit a vajdasági magyar közösség, a mindenkori vajdasági magyarok elválnak tőlünk, amire mandátumot adtak nekünk. És örömteli büszkeséggel teszem hozzá, nem csak nekünk, a Vajdasági Magyar Szövetség politikusainak, de a Fidesz-KDNP-nek is, hiszen az egyetemes magyar nemzet tagjai közösen döntenek arról, kiben bíznak, kinek adnak lehetőséget, kitől várják el, hogy teljesítse a vállalását. Szent István nem többet bízott a magyarokra, de nem is kevesebbet annál, hogy legyenek képesek megtartani azt, ami őket nemzetté teszi, erősítsék gyökereiket, hogy ellene tudjanak állni a szél kihívásainak. Ennek mikéntjét ránk bízta az utána jövőkre. Voltak jók, és voltak borzalmas döntések. Voltak fényes időszakok és tragikusak, ahogyan azt jól tudjuk a történelemből. Most azonban olyan időket élünk, amikor döntéseink arról szólnak, hogy egyek vagyunk, erős Magyarországgal, erős határon túli nemzetrészek lesznek. Amikor először mondtam ezt, sokan nem hitték, nem értették, mások irítségből vagy restségből, esetleg mert fel sem fogták, ellenérdekeltek, ellendrukkerek voltak. Már a valóság, hogy a folyamatosan erősödő Magyarország folyamatosan erősíti közösségeit, a munkájával, szorgalmával és kitartásával a nehézségeket leküzdő magyar emberek pedig értik, akarják, elfogadják, ismerik a vajdasági magyar közösséget. Közös vállalkozások, kapcsolatrendszerek épültek az elmúlt években, olyan távlatok is nyíltak, amelyekről, ha ma beszélünk, talán ugyanolyan hihetetlennek tűnik, mint amilyennek tűnt két éve a 6000-nél több család egzisztenciáját és boldogulását támogató Prosperitáti Alapítvány. Gazdasági, térségi közös fejlesztések előtt állunk, már erősödnek a hajszálgyökerek, és nem sokára látszani fognak az eredmények. Mindez nem üres beszéd, hanem az embereknek a politikába, egymásba és saját elképzeléseibe vetett hite, a szívós munka, a kitartó küzdelem gyümölcse, aminek alapját nem más adta meg, mint a közjogilag egyesített magyar nemzet. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség! A társadalmi mozgások olyanok, hogy minden cselekvés viszont cselekvést eredményez. Várható volt, hogy a 2010-ben elfogadott törvény, ami lehetővé tette a nemzet közjogi egyesítését, azon túl is viszontcselekvést fog eredményezni, hogy hárman ellene szavaztak és öten tartózkodtak. Nem is történt másként. A közjogi értelemben egységes magyar nemzet közös elképzelései, közös irányú mozgása, politikai értelemben ez a Fidesz és a KDNP-t és a határon túli legitimitással rendelkező magyar politikai pártokat jelenti, kialakította a viszontcselekvést,
az ellenmozgásokat, amik 2014 végére már körvonalazódtak nálunk a Vajdaságban is. A magyar érdek nem mások ellenében történő érvényesítése, a jószomszédi viszony építése, az európai lét partnerviszonyként és nem alárendeltként való elfogadása, a politika teljesítmény alapú művelése azt eredményezte, hogy létrejött mindennek az egységes mederbe terelt rombolási kísérlete. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2 éve annak, hogy kialakult a magyarországi ellenzéki politikai pártokkal, mozgalmakkal és civil politikai szerveződésekkel azok az itteni vonalak, amelyeknek az volt a célja, hogy megbontsák a nemzeti egységet. Nem a sokszínűségért küzdöttek, nem a sajtó szabadságáért, mint ahogyan a migránsáradatnak 1-2 hétig tartó akciók keretében vizet hordó, ruhát gyűjtő mutatványokban sem csak a szombjazó embereknek akartak segíteni, nem látva amúgy a lerondított temetőinket, a lecsupaszított gyümölcsösöket, a rettenetes állapotban nyögő köztereinket, hanem ellene akartak menni a magyarországi politikai állásfoglalásnak, a magyar kormány migránspolitikájának. Mondhatjuk, ahogyan egységes lett a nemzetpolitika, úgy lett egységes az ellene működő politika. Immár nem határon túli magyar közösségek és az anyaország, hanem az egységes nemzetben gondolkodók, a nemzeti érdek és az egyenrangú európai partnerség mellett politizálók és szavazók cselekvése és elképzelései Magyarországon és a határon túl állnak szembe azokkal, akik mindezt rombolni kívánják, mert más a meggyőződésük Magyarországon és a határon túl. Azonban azt gondolom, hogy ez nem baj. Ellenkezőleg nagyon is helyes, mert legalább pontosan látszik, ki és hol áll, ki és mit képvisel. Lehullottak az állarcok. Ma már világosan látszik, hogy ki gondolja azt, hogy a vajdasági magyar érdekképviseletért lukat kell beszélni a másik kasába, vég nélkül csak beszélni és másnap el is felejteni, nemhogy elkezdeni dolgozni egy ügy mellett. Világosan látszik, ki gondolja azt, hogy a vajdasági magyar érdek az lehet, hogy tüntizni kell, fütyülőkkel és repett fazekakkal vonulni, mintha a budapesti hasonló rendezvényeket kopírpapírral másolták volna ide Vajdaságba. Néhány tíz magát politikusnak tartó ember táblát tartott maga elé, hogy ő a szabadság, ő az emberi jog, ő a magyarság, ő a sajtó, aztán hazament, mint aki jól végezte dolgát, azzal jól végezte dolgát, otthonról posztolt, lájkolt, megosztott, habozva a közéletet, mit sem törődve a holnappal, azzal, hogy minden nap, amit nem közös elképzelések mentén alakítunk, gyöngébbé tesz bennünket, mert csak magunkra számíthatunk. Országos ügyekben is akkor lehetünk eredményesek, ha a helyi közösség szintjén egységesek vagyunk. Ez a néhány tíz vajdasági magyar magát politikusnak tudó aktivista és szakértő a magyarországi kormányellenzék kottájából játszva elvakultságában elfeledkezett a közösségéről. Mára a közösség felejtette el őket, mert lehúltak az állarcok, nyilvánvalóvá vált, hogy a magyarországi nemzeti politika ellenes erők szánalmas bábjai. Lehúltak az állarcok, mostanra mindenki megmutatta, mit képvisel és kivel működik együtt a magyarországi politika és az azokat támogató tengeren túli civil szférában. Mindezek után kicsit sem csodálkozhatunk azon, hogy újabban a magyarországi ellenzéki média határon túli megbízottaknak, az Orbán kormány határon túli megbízottjainak nevezi a határon túli magyar politikai pártok elnökeit. Természetesen ezt nem kérjük számon a budapesti ellenzéki médiától. Nem várhatjuk el, hogy ismerjék a körülményeket, a nemzeti közösségi létet, azt pedig pláne nem várhatjuk el, hogy megértsék egy határon túli magyar politikusnak pártelnökként,
sokszoros felelősséggel az a legnagyobb jó, ha a közössége gyarapodásáért, felemelkedéséért, gazdasági, térségi fejlődéséért, az alkotó tevékenység erősítése érdekében nem kilincselni és kuncsorognia kell Budapesten, mert a támogatást nem alamizsnaként adják, teherként és nyűgként élve meg a határon túlélő magyarokat, hanem azért, mert a közjogi értelemben egységes magyar nemzet közös építkezésének ez a módja. Amikor tehát a budapesti ellenzéki média az Orbán kormány megbízottjainak titulálja a határon túli magyar pártelnököket, akkor valójában megerősítenek bennünket abban, hogy jó döntéseket hoztunk, jó úton haladunk, a gyökeret erősítjük, hogy ellene tudjon állni a szél kihívásainak. Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közösség! Azt mi vajdasági magyarok jól tudjuk, hogy évtizedes háborúskodást és remaladást nem lehet két évtized alatt sem behozni, de minden nap dolgozni kell rajta. Politikusként azt is jól tudom, hogy elvszerű politizálással lehet csak kivívni a vajdasági magyar közösség bizalmát. Emberként pedig meggyőződésem, hogy a politizálás nem lehet pusztán hatalomgyakorlási technika, mert akkor elveszik belőle a legfontosabb, a hit. Mindez egyszerre lehet sok és bizonyulhat kevésnek, amikor számot vetünk az eltelt évvel és annak eredményeivel. Én abban bízom, hogy az optimum nem áll messze a valóságtól, és mi erősebbek vagyunk, mint egy évvel ezelőtt voltunk, gyökereink mélyebbre kapaszkodnak, és jobban ellene tudnak állni a szélnek, annak kihívásainak, mint egy éve, hiszen ezért dolgoztunk közösen, keresve a válaszokat és a megoldásokat. Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közösség! Az előttünk álló év a közjogilag egyesített magyar nemzet ünnepi éve lesz, mert mi határon túli magyarok ünnepként éljük meg a magyarországi választásokat, ünnepként és lehetőségként, hogy elmondhatjuk a véleményünket. Felelős és a nemzet egészének jövőjét befolyásoló döntés résztvevői leszünk. A Vajdasági Magyar Szövetség, mint a magyar kormány stratégiai partnere, azért fog az elkövetkező időszakban dolgozni, hogy a vajdasági magyar emberek minél nagyobb számban vegyenek részt a 2018-as magyarországi parlamenti választásokon, mert amit a Fidesszel elkezdtünk 2010-ben, az becsületes munka, senki ellenében, de a vajdasági magyar közösség fejlődése érdekében, nem határon túliként, hanem a határon túli nemzetrészként, olyan magyarokként, akik a magyar nemzet egészének felemelkedését akarják. Isten éltesse a nemzetet, Isten éltesse a vajdasági magyar közösséget. Köszönjük szépen elnök úr beszédét, és most nagyon szépen kérem, hagyományainkhoz híven fáradjon vissza a színpadra, és szegje fel a megáldott és megszentelt kenyerünket. A hagyományokhoz híven arra szeretném kérni vendégünket, miniszter urat, hogy csatlakozzon hozzám, és közösen szegjük meg a megszentelt kenyeret.